Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem mást, mint egy egeret fogunk kibontani. Méghozzá egy Genius Laser Navigator 535. Azért került erre az egérre a választás, mivel egy ugyanilyenem van már legalább 10 éve, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Ez az egér idején falura, főleg szüleimnek is én fogom használni hétvégente. Azért váltottam, és váltok, meg cserélek, mert szerencsétlen kicsit nagyon elkopott, mint látszik itten már szinte átlyukad, illetve a másik oldala is. De a kábel is kicsit már elhasználódott, de azon kívül abszolút minden rendben van vele. Na hát lássuk, mit tartalmaz a doboz. Ez még Windows Vista cuccot reklámoz, 6,4 megapixel peszek, 2000 DPI-os, 7 gombos, vannak külön memória gombok rajta, ezek itt lent. És itt körbevilágít, csak most a vaku miatt nem látjátok. És 1000 reportot tud másodpercenként. Itt írja, hogy milyen gép kell neki minimum. IBM Pentium, tehát ez egy régi egér végül is. De mivel én meg voltam vele elégedve, és itt nem is professzionális dolgokra kell, így bőven elég. Van neki egy szoftja is, ami így néz ki. Hát ez nem lesz telepítve, mivel nincsen rá szükségem. És ez újra programozható az egérnek minden gombra, külön funkciók, stb. Itt van, hogy mit tartalmaz a doboz, magát az egeret, egy CD-t, driverekkel, meg e-manuállal, és egy használt utasítást. Na, a hátoldalán pedig, hát leírás minden nyelven, ahogy látom, magyar pont nincs. Na de lényegtelen, fent semmi érdekes, alul a modell, professional laser gaming mouse, és ennyi. Na, hát akkor bontsuk is fel. Tegnap kivágtam, mert tegnap akartam unboxingot, csak ma reggel lett belőle. Jó, leteszem a telefont egy picit. Az egér, használati utasítás, illetve a CD, hát amit úgyse fogok használni. Hogyha használnám, akkor eleve az internetről tölteni valami kell, más meg nincsen DVD olvasó. Minek azt 2014-ben? Itt van a kábel, ilyen sodort cucc, ami elvileg tartósabb. Hát most mit mondjak, 10 évet kihúzott, ha még 10-et kihúz, az csodálatos lesz. Na. Jó, hogy közben szétbarmolom. Tehát itt van az új egér. Szerintem még mai napig se néz ki rosszul, mai napig nem egy rossz egér, ez már nincsen szétkopva. A kábel is elég hosszú, itt vannak a gombok rajta, ez amit mondtam, hogy itt lehet nyomkodni, és akkor itt körbe világít, állítja a G-pontokat. Én három színbe szabályozható DPI, 2000, 1600 és holofókusz. Na mindegy. A scroll csendes. És körülbelül ennyi. Na hát ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!